principiu, a kezdet kezdete. Kezdete minden létnek, vége is minden létnek. Mert a kezdet kezdete a legvégső végcél miatt létezik. Halál utáni létről valószínűleg nagyon komoly és pontos ismereteik voltak az osztjákoknak és voguloknak. Ezek most az utóbbi században, mintha kezdenének elhomályosulni, mert annyira megvan már rázva az egész hagyományos életrend és szellemiség, hogy nyilván megvannak, de a nem közkézen forgó dolgok. Amikor az ember a halálra, halál utára, reinkarnációra, születésre és hasonló dolgokra keres választ, akkor mindig az idős asszonyok lesznek a segítői. De nagyon komoly határok vannak, hogy ez milyen életkorban, milyen tudást lehet átadni. Tehát én például még nem számítok abban az érett életkorban lenni, ahol a halál utáni létre való komolyabb tudást átadják. Arról nem is beszélve, hogy közeli embernek szokás átadni. Tehát az a puszta tény, hogy én nem ott születtem, és nem vagyok rokona a néninek, akivel beszélgetek, és az, hogy azért még nem öregedtem meg eléggé, ez komoly, mondhatni időnként áthatolhatatlan gátat jelent. Ebben a világban a szó az még szó. A szó az úgy szó, hogy a valósággal azonos. És a név az úgy név, hogy a személlyel azonos. És éppen ezért nem lehet csak úgy játszani ezekkel a dolgokkal, mert a bizony a valóságra annak kihatása lesz. Ezért én tulajdonképpen, amikor az osztjákoknál a halál utáni létről beszélek, nem olyan kutatásokból vettem az információt, amikor én erre kérdezek rá, mert sokkal jobban féltem én az öreg néniket annál, hogy ilyen durván veszélyeztessem őket. Sőt, most például nekem beszélni kellemetlen róla szintén, hanem az újjászületést, a reinkarnációt szoktam kérdezni, amiről viszont nagyon szívesen beszélnek, és ennek melléktermékeként bukkan elő, hogy hát az ilyen-olyan lélekkel mi is történik a halál után. Az osztjákok a személyiséget úgy képzelik, mint valami fonatát a
különböző lelkeknek. És ez a fonat már a halál előtt megbomlik, és a halál beállta után végleg széllyel válnak a szálak. Az embernek van lehellet lelke, ami tulajdonképpen az életenergiák hordozója. Ennek a megnevezése a lil, a magyar lélek szótövével azonos. A másik típusú lélekfajta az az árnyék lélek, ezt hívják isznek, és ezt többes számba szokták használni, mert hogy több van belőle az embernek. A lehelet lélek az életben tartja az embert, a halál után elszáll, és a továbbiakban kevéssé ismeretes, hogy hol tartózkodik. Na most azt, hogy egy halottnak a lelke mikor testesüljön meg legközelebb itt a földi világban, a főistennő Káltes anya határozza meg. Azt meghatározza, hogy mikor kinek születhet gyereke. És azonnal fölírja a gyerek által leélhető napok számát. Mindenesetre az biztos, hogy az embernek van egy lelke, amelyik az ember halála után egy idő múlva, miután látja, hogy nincsen visszatérési lehetőség, összeszedelőzködik, és az ob mentén északnak veszi az útját. Hogyha mellék folyón lakott az ember, akkor több száz kilométeres utat tesz meg, ameddig lejut az obi torkolathoz, és utána az ob folyása mentén halad tovább. Nyáron csónakon, télen pedig rénszarvasszánon vagy lovasszánon. Ezen útja közben szintén észlelni lehet. Akinek vannak ilyen látnoki képességei, vagy sámán, vagy valami hasonló, az láthatja az alakját is. Az obon végighaladva az északi jeges-tengeri torkolathoz jut el ez a lélek, itt helyezkedik el a halottak országa, vagy a túlvilág. Ezt egyes képzetek az Oböbölben egy szigetnek tartják, mások szerint a föld alatt van, és egy nyílás vezet le. Ez a vidék ugyanolyan, mint a mi világunk. Különben az égi világ is ugyanolyan, mint a mi világunk, ugyanolyan erdős, folyós, mocsaras, és az alvilág is. Az a különbség, hogy nincsenek égitestek, illetve nap és hold nincsen. És éppen ezért állandó kékes félhomály uralkodik, ugyanúgy, mint a sarkvidéki télen az állandó éjszaka, körülbelül hasonló fény. És mondják még egyesek, hogy a beszéd hang nem hangzik valahogy. De ettől eltekintve ugyanúgy falvak vannak, és ott van az a falu, ahol az embernek, ugye az elhunytnak a korábban meghalt rokonai pontosan ugyanúgy lakoznak. Ezek már várják őt. Megérkezik hozzájuk, és elkezd ugyanúgy élni, mint életében. Életében, ha jól élt, ott is jól él, hogyha rosszul élt, rosszul él. Esetleg annyi különbség van, hogy minthogyha az idő más intenzitású lenne, minthogyha ott intenzívebben folyna az idő. A legnagyobb különbség azonban az, hogy ebben a világban a dolgok fordítva vannak. Tehát amikor nálunk nappal van, akkor ott éjjel van, a jobb oldal az bal oldal, stb. És az idő is fordítva megy. Éppen ezért a halott megérkezik, és ettől kezdve elkezd fiatalodni. És egyre fiatalabb lesz, még aztán a végén egészen olyan kicsi lesz, mint egy bogár, mint egy magzat, és
Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy valóban bogár formájában az alvilágból újra fölkerül a középső emberi világba, mégpedig a nők pók formájában, a férfiak valami kemény páncélú bogár formájában. Arról nincsen hír, hogy a továbbiakban ezen állatok pusztulása után mi lesz ezzel a lélekkel, de valószínűleg elenyészik. Ez az a lélek, amelyik az egyedi embernek a személyét a leginkább őrizte, vagy az életét a leginkább őrizte, és hát ez egy ilyen időhöz kötött mulandó dolognak tűnik. Az osztjákoknál a halottak országában, a túlvilágban sem nagyon világos, hogy mi van a Földön elkövetett bűnökkel. Az biztos, hogy az életminőség nem változik, és azért ez már egy bizonyos megfelelés, mert az az igazság, hogy ott az élet sokkal jobban tükrözte az embernek a minőségét, igazabban tükrözte az embernek a minőségét, mint a mi bonyolult társadalmainkban. Tehát aki mondjuk jó volt, dolgos volt, stb., az a Földön tulajdonképpen elérhetett egy olyan kedvező állapotot, aminek a megfelelője várta őt a túlvilágon. A túlvilághoz vezető útnak a túlvilág bejárata előtt vannak elágazásai. Ez a föld alatti túlvilág, ez tulajdonképpen nem egységes dolog, ugyanúgy, mint ahogy a felső világ sem egyrétegű, hanem az, ahol az ember ugyanolyan életet él, mint amilyet a Földön, az ennek a felső rétege, és az alatt még minthogyha lenne egy-két réteg, amelyek mindig alacsonyabb égboltúak, olyannyira, hogy az ember végül már csak guggolva vagy térdelve tud benne létezni, meg kutya farok magasságú világnak mondják, és ide kerülnek a különösen vétkes emberek. A bűnöknek kétféle fajtája van. Az egyik az, amit embertársunk ellen elkövetünk, ezek körülbelül azok a bűnök, mint nálunk. A másik pedig a szakrális bűnök, amikor a szellemvilágnak vagy az isteneknek valamilyen szabályát, tilalmát szegi meg az ember. No most, hogyha bűnt követ el az ember, akkor ez a bűn szétoszlik a legközelebbi hozzátartozóira. A szakrális bűnök, ezek ilyen főben járó bűnök, ezek annyira erősek, hogy több generációra a legborzalmasabb tragédiákat okozhatják a rokonságban, és ezt tudják is az emberek valakiről, hogy ő rajta egy ilyen bűn van. Az emberhez leginkább kötött lélek az, amit néha nagy léleknek is neveznek. Nem a nagysága miatt, hanem azért, mert ez a legdurvább állagú valahogy a leginkább az anyagi léthez kötődő. Ez a lélek a halál után kikerül a temetőbe. Az osztják temetők azok olyanok, mint a falunak a miniatűr mása. Na most ezek a síri lelkek ott egymás között élnek ugyanúgy, mint a faluban, és örülnek, hogyha jön egy következő halott társuk. Mellesleg az alvilágban is, vagy a túlvilágon is örülnek, hogyha jön a következő halott. És viszont nem élnek örökké ott, hanem amikor
a gyászidő letelt, ez a 4-5 év, és a test már kezd elporladni, akkor ezek is valahogy, mintha felszívódnának. Az embernek az egyik lelke, az tovább él az utódokban. És ezek a lelkek, mert ugye halottból jó néhány van, ezek valahol várakoznak, és várják a nemzetségből az újszülött gyereket, akibe ők beleköltözhetnek. Ebből következik, hogy a gyerek, amikor megszületik, csak lehelet lelke van. A teste megvan, és abban a lehelet lélek hát azért él, de tulajdonképpen a személyisége az üres. Az újjászületni készülő lelkek harcolnak a gyerekért, hogy melyik költözzön belé. No, aztán előbb-utóbb eldől, hogy melyikük jöhet újra erre a világra, és egy pillanat alatt valahogy belesutjan a gyerekbe. Itt van az ideje ilyenkor, hogy megállapítsák, hogy vajon ki az a rokon, akit újszülött személyében tisztelhetnek. Erre van egy külön szertartást, idősebb nők szokták csinálni. Amikor megállapították, hogy kiszületett újra a gyerekben, akkor úgy viszonyulnak a gyerek kiskorában hozzá, mintha az az ember lenne. Úgyhogy az ilyen kicsi gyereket nagyapámnak, nagyanyámnak szólítják, és a gyerek úgy növekszik föl, hogy ő tudja, hogy kicsoda volt. Egy ember nem ám egy újszülöttben születik újra. Egy nőnek 4 lányban van reinkarnációs lehetősége, egy férfinak pedig 5 fiúban. Mindenki csak a saját nemében születhet újra. A legérdekesebb, amit valaha hallottam az osztjákoknak a reinkarnációjáról, mégpedig ez szinte minden faluban hallható tény, hogy egyes emberek élve tudnak újra születni. Tehát még életben van az, aki már egy újszülött gyerekben is benne van, de nem sokáig él utána. Hogy ezt hogy csinálja, az számomra enyhén szólva nem megmagyarázható. Valószínűleg arra vezethető ez vissza, hogy az osztjákok szerint a lelkeknek ez a fonata, ami az emberi személyiséget alkotja, már jóval a halál előtt megbomlik. Tehát az embernek az árnyék lelke az egyik, az a halál előtt már egy évvel el tud szakadni az embertől, és ez nem érződik az embernek, de minden esetre meg fog halni. És talán így lehet az is, hogy az ember tulajdonképpen a reinkarnálódó lelke nélkül a megmaradó többi lelkei segítségével még életbe tud maradni egy ideig. Nem ritkán fordul elő, hogy a hátra maradottaknak egyszerre csak érződni kezd, hogy valami különös dolog van. Az elhunytnak a jelenléte a hatásaiban elkezd érződni, mintha élne köztük, és valahogy az akaratát érvényesíteni, álmokban jelentkezik. És aki közelálló ember volt hozzá és érzékeny, az hamar felfedezi, hogy itt bizony arról van szó, hogy az elhunytnak a lelke szellemmé akar válni. Sámánt is szoktak hívni, aki meg tudja állapítani, hogy valóban így van-e vagy sem. És ilyenkor a hozzátartozók, ha úgy döntenek, hogy hát igen, hát éljen köztünk, mint szellem, akkor megcsinálják a szertartásait. Egy idő múlva minden esetre elkezd érződni, hogy bizony hat a jelenléte. És az is, hogy az embernek a kérelmei szerint kezdenek egy kicsit változni a valóságnak a dolgai. Ilyenkor már biztos, hogy egy új házi szellem keletkezett. Ez tudja segíteni a hozzátartozóit, de ugyanúgy tudja büntetni is. Ezek a
az emberek, az elhunyt, az azonban nem volt átlag ember. A szellemi világgal való kapcsolata volt más, ugye esetleg sámáni adottságai voltak, vagy kifejezetten sámán volt. Tehát az igazán magasrangú szellem az isteni küldetésű, és fölfelé egy nagyon bonyolult hierarchián keresztül az ég felé közvetít. Úgyhogy az osztrák társadalom mind a mai napig egy olyan társadalom, ahol az ember úgy éli az életét, hogy születésétől kezdve tudja, hogy kicsoda volt ő, és körülbelül látja, hogy ki lehet majd. Ezen kívül tudhatja magáról, hogyha érzi magában a képességet, hogy ő több, mint az átlagember, nem szakad el ettől a világtól, hanem azokat, akiket most is segíteni, tovább is segíteni tudja. És ez egy egész más minőségű élet, mint a miénk.